Ugorja képbe! Én magam nem a Balaton mellett születtem, és nem is ott élek, de annyira azért ismerem, hogy megtapasztaljam, függőséget tud okozni ez a varázslatos táj, az év minden szakában elbűvöl, és nem lehet betelni vele. Egri József 35 éves volt, amikor a Balatonhoz költözött. Előtte Budapesten élt, illetve volt külföldön is erre-arra. De onnantól kezdve ez a táj teljesen beszippantotta őt, és több mint 3 évtizeden át ez lett a fő festői témája. A Visszhang című képét fogjuk most egy kicsit alaposabban megnézni. 1936-ban festette ezt a képet. Egyszerűsítve olajvászon technikának szokták jelölni, azonban valójában kidolgozott egy olajfestésnél könnyedebb, levegősebb hatású technikát, ezt ő olajpasztel technikának nevezte, a vízfesték, az olajfesték és a pasztel vegyítésével hozta létre. A kép Budapesten a Magyar Nemzeti Galériában található. Egri József nagyon szegény családból származott, a szülei napszámosok voltak, és amikor festeni kezdett, akkor csak egy külső támogató segítségével, és ez nem volt más, mint Lika Károly, művészettörténész, tudott kijutni Münchenbe, majd Párizsba, aztán később Belgiumban is járt. Nagyon érdekes története van annak, hogy ő hogy került a Balatonhoz, mert hogy az első világháború idején, 1915-ben behívták segédszolgálatosként katonának Nagykanizsára, ahol súlyosan megbetegedett, és lábadozóként a Badacsonyi hadikórházba került. Itt szolgált önkéntes ápolónőként Viszkeletinél Paulár Juliska, aki bár férnél volt, olyan heves szerelem szövődött kettejük között, hogy ő elvált, és 1918-ban Egri Józseffel kötött házasságot. Ettől az évtől kezdve Keszthelyen laktak, a feleség keszthelyi villájában, oda költözött egyébként Egri édesanyja is, később pedig, amikor ezt a villát már eladták, a Badacsonyra költöztek. Ezt az önarcképet körülbelül 10 évvel az odaköltözésük után készítette. Itt festés közben látjuk őt, a kézmozdulat, azaz nagyon erős, vakító napsütésre utal, a festő arca törődött, gondterhelt, mögötte a Balatonvizét látjuk, a fürdőházat, egy fűszfát, és egyértelmű, hogy azok az elemek jelennek meg ezen a az önarcképen, amelyek aztán ezekben az évtizedekben folyamatosan a képeinek a témái: ember, föld, víz, levegő, nap és növények. Új stílusú balatoni tájképeit eleinte nem fogadta túl kedvezően a kritika. A 30-as évektől azonban már a Balaton festőjének kezdték őt nevezni, és egyre több sikert is aratott. Ebből az időszakból mutatok néhány képet. Ez a Badacsonyi Est című festménye 1930 körül készült. A Szivárvány című festmény ugyanebből az időszakból, ezen is azt érzékelhetjük, hogy ember és természet szinte egyé válik a képen. A Balatoni halász 1938-ból, és a Napfelkelte című kép 1940-ből. Látjuk, hogy nagyon kifejező, erőteljes, expresszív ecsetvonásokkal dolgozik, és hogy mind a természeti formákat, mind a fényt és a különböző fényjelenségeket ilyen geometrikus jellegű formákká egyszerűsíti. A Balaton világa, a tó víztükre, a párás fények, a part,
a nádas, a környező dombok és az épületek folyamatosan élményt és motívumot jelentettek számára. Ezt látjuk a Visszhang című képen is. Egri így fogalmazott ezzel kapcsolatosan. A tér és a végtelen érdekel. A fény maga, az atmoszféra, amely architektonikus. A kép alapelemeit itt is a balatoni táj lágyszínű dombjai, az öböl karélyos ívei, az épületek és a fák adják. A festmény központi motívuma egy karcsú nő alak, aki a dombon egyedül áll, és éppen a kéztartásából arra következtethetünk, hogy kiált egy nagyot, és várja a visszaverődő visszhangot. Maga Egri József így fogalmazott ezzel a képpel kapcsolatban. Ott van például egy nőfigura, átkiált valahova. A végtelenben elvesző kiáltás érdekel. Ahogy a képet nézzük, valóban szinte hallani véljük magát a hangot is, és azt is, ahogy visszaverődik. Ha egy pillanatra felidézzük a francia impressionista festő Claude Monet tájképeit, ott azt látjuk, hogy a fény lágyan, egyenletesen ömlik el a képen. Egrinél valami egészen más történik. Nála az ecsetvonások is erőteljesebbek, és elliptikus íveket, kúpokat, kemény éleket látunk, és nem csak a talaj ábrázolásánál, hanem még a fény sugár nyalábok megjelenítésénél is. Nyilvánvalóan lenyűgözte Egri Józsefet az a fantasztikus fényjáték, amit a tóhoz kisétálva minden nap látott, és éppen ezekben az években nyilatkozta azt a Balatonról, hogy a Balaton nekem mindent jelent, kiegészítője életemnek, 20 éve festem, nem lehet megunni soha, minden pillanatban újat mond. Voltak más festők is, akiket egy-egy természeti motívum annyira megihletett, hogy egyszerűen nem bírtak betelni vele, és újra megfestették különböző időjárási viszonyok között és különböző nézőpontból. Ilyen volt például a francia Paul Cézanne, aki a Provence-ban található Saint-Victoire hegyet festette évtizedeken át. Ez a kép is arról készült. És ez a harmadik is, és még további sok-sok más festmény. Többen is megírták azt, hogy a Visszhang című képe sokkal több, mint egy balatoni festmény. Hiszen ez a nő alak, aki a fényözönben áll, mintha egyé válna a tájjal, és belekiált a végtelenbe. Akár gondolhatjuk azt is, hogy itt ez a törékeny emberi lény, minthogyha kommunikálna a természettel. A természettel való párbeszéd a romantika óta egy nagyon kedvelt témája volt a festészetnek, úgyhogy nekem így gyorsan eszembe is jutott néhány ilyen kép, ahol nagyon hasonló ez a motívum, amit látunk. Ilyen például Caspar David Friedrichnek a Nő a felkelő nap előtt című képe a 19. század elejéről. Eszembe jutott Ferdinand Hodler svájci festő két képe, az egyik az Intim párbeszéd a természettel 1884-ből, a másik pedig a Beszélgetés a végtelennel 1892-ből.
A magyar művészek közül felidézném Ferenczi Károly Madárdal című képét. Illetve Korb Erzsébet Áhítat című művét 1923-ból. De Egri festményén nincs semmi színpadias, semmi mesterkélt, semmi beállított. Az ő nő alakja könnyed és természetes. Akár Monet napernyős hölgyei. Valójában egy teljesen hétköznapi pillanatot látunk. Egy lobogó piros szoknyás kiránduló lány kipróbálja visszhangot. Ez a pillanat azonban örökkévalóvá tágul. Valami ilyesmit érzünk mi is, amikor a balatoni tájban gyönyörködünk. És már arra gondolunk, hogy az ember milyen régóta tesz fel kérdéseket a végtelennek. Milyen régóta próbál társalogni a természettel. Hirtelen átérezzük, hogy milyen fenséges a fény, a víz, a levegő, és hogy milyen csodás egyé válni ezzel a tájjal. Ugorj a képbe, ha elmerülsz, kincsekre lelhetsz. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Iratkozz fel, kövesd a csatornát, és nézd meg, hát ha van még a régi videók között olyan, amit még nem láttál.